Sziasztok! Ebben a videóban meg fogunk oldani egy példát az ejtőernyőhöz kapcsolódóan. Ki fogjuk számolni, hogy mekkora sugarú ejtőernyőt kell, hogy csináljunk, hogy elérjük a kívánt sebességet a kensettel, úgyhogy nézzük is meg. Vegyük példának azt, hogy a kensettünk tömege az 300 g. Hogy a számolásukban egyszerű legyen, ezt váltsuk át rögtön kilóra, 0,3 kg. A sebességünk az 9 méter per szekundum, a gravitációs gyorsulást azt vegyük 9,81-nek, az ejtőernyőnek az együtthatója az 0,8, neki nincs mértékegysége, egy együttható, és a légsűrűség, a ronk pedig legyen 1,225 kg per köbméter. És amit ki akarunk számítani, ugye az akkor az a lesz. És ugye ezt hogyan tudjuk kiszámítani? Ugye az a lényeg, hogy mivel azt szeretnénk, hogy csökkenjen a kenszett sebessége, akkor az ellenállás ereje az ugye a súllyal kell egyenlő legyen, tehát ez az m-szer g, a gravitációs gyorsulás. Ugye az rf erre a légellenállásra pedig néztük ezt a képletet már az elméleti résznél, amit ugye ki tudunk számolni, hogy ez a cd szer v négyzet szer a rónk szor 1/2, és ez lesz egyenlő ezzel az m-szer g-vel, és lehagytam az a-t, bocsánat, hiszen arra vagyunk kíváncsiak, úgyhogy enélkül nem is lenne értelme az egésznek, és innentől ez egy szimpla egyenlet megoldás, ahol az a-t akarjuk megtudni, szóval őt kifejezzük, ugye beszorzunk itt emiatt majd 2-vel, a többiekkel pedig le fogok osztani, és így az A-t megkapjuk, egy 2x M-szer G per CD szer V négyzet szer a ró, és akkor mindezt megnézhetjük számokkal is, ahol ez a 2x a 0,3 szor 9,81, és akkor ezt akarjuk elosztani, a 0,8 szor a V négyzet az 9, a négyzeten 81, szer 1,225, osztva 79,38, amire 0,74 ezred négyzetmétert kapunk, tehát ez az a, de ugye itt meg ne álljunk meg, mert azt szeretném megtudni, hogy mekkora legyen a körnek a sugara, az ejtőernyő sugara, amit építeni akarunk, ez pedig ugye a kör területét azt úgy kapjuk meg, hogy r négyzetszer a pi, ez egyenlő ugye nálunk az a-val, és mit az r-t akarjuk kifejezni, tehát a-t elosztjuk pi-vel, majd gyököt vonunk belőle, ez lesz az R, tehát ezt a 0,07074-et elosztom a pi-vel, majd ugye gyököt vonok belőle, nézzük meg ez mennyi lesz, és akkor azt kaptam, hogy 0,15 ugye méter, és akkor ebből mondjuk, ha átmérőt akarunk már centiben, akkor lesz belőle nekünk
egy ilyen 30 centi, tehát körülbelül egy 30 centi átmérőjű kört, hogyha összevarrunk valamilyen konstrukció alapján, akkor egy egész jó ejtőernyőt fogunk a Kensetre kapni. Remélem hasznos volt ez a példa, nézzetek további oktató videókat, és sok sikert! Sziasztok!